A Szentírás tartalmazó levél több ezer év után sem romlott meg, a Dáj nemzetség pálmalevél kézirata. A legenda szerint a pálmalevél kéziratból több mint 84 ezer darab volt. Most a kínai Yunnan tartományi Sichuanban a Taj autonóm prefektúrában több mint 5000 darab van regisztrálva. A Taj emberek a buddhizmusban hisznek. A hagyományok szerint a férfiak bizonyos életkort elérve szerzetesekké válnak és Taj nyelvet tanulnak. Kántálják a szent szövegeket, szedik a pálmaleveleket és rászövegeket írnak, így tanulják az írást. Pálmalevél kéziratra nem csak buddhista gondolatokat jegyeztek fel, hanem a Taj nemzetség csillagászati naptárát, a társadalmuk történetét, filozófiai szemléleteket, törvényeket, orvosi szövegeket, illetve technikai leírásokat is rögzítettek. A levelek egy szubtrópusi növényből, az indiai üstökös pálmából származnak. A leveleket leszedik, vízben kifőzik, megszárítják, lesimítják, méretre vágják, kiukasztják, faragják, színezik, bekötik, így lesz kész egy pálmalevél kézirat. A levél nem rothad el, akár több ezer évet is kibír. A titka az, hogy különleges kassziaolajat kednek a levélre a szárítás után. A hit halhatatlan. Ez a pálmalevél kéziratok által terjesztett pálmalevél kultúra.